Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumának hatodik fejezetéből a következő ige szakasszal. Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket, aki arcul téget téged, tartsd oda, annak arcod másik felét is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Van egy általános könyörgő imádság az ágendában, amit szívesen mondok az Isten tiszteletek végén, mert van benne egy rész, ami arról szól, hogy hogyan növekszik az a szeretet, amit Krisztusban kaptunk az Atyától. Így hangzik, tett hitünket erős és igazzá, hogy atyai szeretetedet hálás gyermeki szeretettel viszonozzuk, és irántad való szeretetünk embertársainkra kiáradó szeretetté legyen. Az atyai szeretet hálás gyermeki viszonzással azt gondolom, hogy az egyszerűbb része a történetnek. Leszámítva, hogy sokszor megfeledkezünk róla. De az embertársainkra kiáradó szeretetnél bizony sokszor elakadunk. Az alapigénk pedig még ennél is többre hív bennünket, nem egyszerűen az embertársaink szeretetére búzdít, hanem egyenesen az ellenség szeretetére. Arra, akik gyűlölnek, átkoznak és bántalmaznak. Akik arcul ütnek és akik elvesznek tőlünk. Bántja az igazság érzetünket, hogy nekünk mindenre szeretettel kellene válaszolnunk. Van, amikor valami igazságtalanság ér, és rettentően bántja az igazság érzetemet az eset. Ilyenkor nyoma sincs bennem az ember társaimra kiáradó szeretetnek. Az ige tükrében aztán elszégyellem magam, és felteszem a kérdést, én sosem hibáztam, sosem bántottam meg más igazságérzetét, és ennél komolyabb esetekben is bosszantottam már föl másokat. És Jézus ismeri ezeket a bennünk lévő indulatokat. A mai igényben úgy tanítja a sokaságot, hogy tudja, sokszor ellentétek feszülnek az emberek és az emberi közösségek között is. És ezzel néz szembe, amikor az ellenség szeretetéről beszél. A különböző helyzeteken keresztül mutatja meg, hogy a gyűlölet minden megnyilatkozására szeretettel kell válaszolni. A példáiban mesteri fokozás van, amikor egymás után szól a gyűlölet megnyilatkozásáról érzésben, szóban és tettben. A gyűlöletre jó tett, az átkozódásra áldás, és a bántalmazásra, az illetőért mondott imádság a válasz. És mindez nem lehetetlen annak, aki Jézusra néz. És tovább élezi ezt a véleményt az arculítés, a rablás, a kölcsönkérés példáival. Ezzel tanítja, hogy a gonoszság továbbterjedését nem lehet gonoszsággal megakadályozni. De mégis valahogyan útját kell állni. Ez pedig úgy lehetséges, ha a gonoszságot nem viszonozzuk hasonlóval, hanem a személyes áldozatok árán is jóval válaszolunk rá, ahogyan Krisztus is tette a kereszten. Amen.